Teljesen körbevették a növények az áramvezetéket, ami több szempontból is veszélyes lehet. Sokan nem is gondolják, hogy az esetleges néhány perces vagy akár pár pillanatnyi áramkimaradást az ingatlanjukon lévő fa is okozhatja, mégpedig azáltal, hogy túl közel van a vezetékekhez, esetleg hozzá is ér ezzel áramkimaradást okozva. De nem csak üzemzavart, hanem balesetet, illetve életveszélyt is okozhatnak ezek a fák. Így érdemes odafigyelni már a kerttervezéskor, illetve a fák cserék ültetésekor, hogy figyelembe vegyük a vezetékek távolságát, ugyanis védőtávolság van meghatározva, hogy a vezeték, illetve a növényzet között mekkora távolságot kell tartanunk. Jogszabály írja elő, hogy a vezeték, illetve a növények között mekkora az a biztonságos távolság, amit meg kell tartani. Ezek a biztonsági távolságok a város honlapján megtalálhatók. Ha valaki azonban nem tudja eldönteni adott esetben, hogy az egy kis feszültségű vezeték, vagy közepes feszültségű, és mekkora távolságot kell tartania, akkor a javasolt távolságtartása a növény, illetve a vezeték között az legalább 2 méter. Az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy tartsák rendbe a telkükön belül lévő növényzetet, és ha módjuk van rá, akkor az ingatlanjuk előtti közterületen is végezzék el a gajazásokat. Ha erre nincs lehetőség, akkor jelentsék a problémát, mert február 1. és 2. hetében az áramszolgáltató megbízásából Bonyhádra érkezik egy gajazással foglalkozó cég, hogy ezeket a gondokat orvosolják. A közterületen levágott ágakat a szolgáltató el fogja szállítani bizonyos határidőn belül. Hogyha a gajazáshoz segítségre lenne szükségük, akkor a megadott telefonszámon, illetve e-mail címen tudják ezt jelezni a szolgáltatónak, vagy közvetlenül a gajazást végző személyeknek is jelenthetik, hogy szükségük van a tevékenység elvégzésére, akár az ingatlan területén belül is van erre mód. Azonban a szolgáltató csak és kizárólag az áramhálózatot érintő vezetékek környezetében végzi el a gajazást. Kaiser Mária arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a lakosok segítséget kérnek a szolgáltatótól, az egyeztetett időpontban biztosítsák nekik az adott területre való bejutást. Hogyha a magasság, illetve a növényzet egészségi állapota miatt nem tartható meg a fa, tehát ki kell vágni, akkor közterületen erre engedélyt kell kérni, mert a jegyző ad engedélyt, és az ehhez tartozó kérelem letölthető a város honlapjáról. Közterületen kivágott fákat minden esetben pótoljuk. Az önkormányzat ezt általában a minden született gyermeknek ültessünk egy fát program keretén belül szokta pótolni, de a 10 millió fa bonyhádi csoportja is ültet közterületen fákat, tehát így a város szerte azért azt mondható el, hogy amennyi fát kivágunk, többet is szoktunk ültetni éves szinten. Viszont ha valaki tényleg közterületen akár csak az ingatlan előtt szeretné kivágni a fát, ahhoz mindenképp engedélyt kell kérni. A lakosok közvetlenül is szólhatnak az éppen munkájukat végző szolgáltató cég dolgozóinak, de a megadott telefonszámon vagy e-mail címen is bejelenthetik az ezzel kapcsolatos észrevételeiket.